Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig a Pocketbook Surfpad 3 7,85-szoros tablete látható, ami igazából egy iPad Mini-hez hasonlító készülék lenne, legalábbis a kijelzőt, hogyha nézzük, hiszen 7,9-szoros 1024x600 pixeles IPS kijelzőt kapunk megfelelő betekintési szögekkel, azonban ez mégis más, már csak azért is, mert ez a legtöbb konkurenciával ellentétben műanyag házba került, és ezért érződik is rajta, hogy ez egy olcsóbb darab lesz. A fehér előlap rendelkezik 2 darab hangszóróval, tehát sztereó hangzásra képes már előről is, illetve oldalt viszonylag kellemesen széles keretet kapott. Oldalról, hogyha megnézzük a készüléket, egészen vékony, 8,9 mm, jobb oldalt felül van egy bekapcsoló gombunk, hangerőszabályzó gombunk, illetve itt egy kis műanyag ajtó mögött microSD, valamint SIM kártyaszlot is található. Készülék aljára került mikrofon, felülre a jack csatlakozó, illetve a micro USB került, még a bal oldal teljes egészében üres. Még a fehér előlapunk van, maga a hátlap az fényes, piros színű, illetve ilyen narancssárgás, pirosos, ami egészen érdekesen néz ki, bár gyűjtés az új lenyomatokat elég rendesen. Itt található még egy második mikrofon, valamint egy 5 megapixeles kamera, ami nem rendelkezik vakuval. Maga a rendszer az Android 4.2.2. Kicsit a specifikációról itt láthatunk infót, 4 magos processzor van benne, 1 giga RAM, illetve 4000 mAh-es akkumulátor. Maga a rendszer az egy sima stock Android Jelly Bean, ami még pillanatnyilag nem mindig működik megfelelően. Tehát ahogy látjuk, a kijelző nem mindig tökéletes érzékelésű. Azonban a betekintési szögekkel, illetve a megjelenítéssel különösebb probléma nincs. Egyelőre még, ahogy látjuk, nagyon extra funkciókat nem nagyon kapott a, illetve extra programokat kevésbé kapott a rendszer. Elsősorban ami érdekesség, az talán a vezeték nélküli egérelet a billentyűzet csatlakoztatási lehetőség. És ha megnézzük a kamerát, amivel elvileg lehet HDR-t is rögzíteni, illetve ez egy telefonos felület ráadásul, érdekes, hogy a kamera az nem úgy fordul, ahogy mi szeretnénk, tehát az valószínűleg biztos, hogy nem egy végleges verzió még. Így első ránézésre maga a képkészítési lehetőség sem csábító, annyira nem csinál szép képet, illetve nem látszik már itt sem szépnek, de talán ez a végleges verzióba módosításra kerül. Ez volt tehát a Pocketbook Surfpad 3 7,85-szoros kijelzővel rendelkező androidos tablete. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!